A koreai félsziget északi részén található Észak-Korea, hivatalos nevén Koreai Népi Demokratikus Köztársaság napjaink talán egyik legtöbbet emlegetett és legelszigeteltebb országa. Íme 25 tény Észak-Koreáról. Észak-Koreában elsőlegesen az úgynevezett Joseon naptárat használják, amely az államalapító Kim Il-sung születésétől számlálja az éveket. Ez szerint a naptár szerint jelenleg 107-et írunk. Észak-Koreában a marihuána termesztése és fogyasztása teljesen legális és mindennapi dolog, sőt még csak nem is számít kábítószernek. Kichungtong egy előnyös megjelenésű kis falu az ország déli részén, amelyet Dél-Koreából is jól lehet látni. Az 50-es évek végén építették állítólag azzal a céllal, hogy átsábítsa a dél-koreai lakosokat. A 80-as években a déliek egy 98 méteres zászlótartót építettek a határ közelében, amire északon egy 160 méteressel válaszoltak egy 270 kg-os zászlóval. Az ország nemzeti állata a csólima, ami gyakorlatilag egy szárnyas ló. Egy amerikai katona, James Dresnok arról vált ismerté, hogy 1962-ben Észak-Koreába disszidált és a hátralévő életét ott is töltötte. Propagandafilmekben szereplő színészként és angoltanárként dolgozott. Az ország lakosai összesen 28 féle államilag elfogadott hajviseletből választhatnak, a nők 18-ból, a férfiak 10-ből. Emellett a férfiak haja nem lehet hosszabb 5 cm-nél és 15 naponta le kell vágatniuk. 1974-ben 1000 darab 144-es Volvo-t szállítottak Svédországból Észak-Koreába, amiket az ország azóta se fizetett ki. Napjainkra ez már több mint 80 milliárd forintnyi adósságot jelent átszámítva. Az országnak saját számítógépes operációs rendszere van, a Red Star. Észak-Koreában a Biblia birtoklását, dél-koreai filmek nézését és pornográf tartalmak készítését akár halállal is büntethetik. Az országnak saját űrügynöksége van, ami a NADA nevet viseli, ami egyébként spanyolul semmit jelent. A farmer nadrág viselése illegális Észak-Koreában, mivel az Egyesült Államokat szimbolizálja. Ugyanebből azokból kifolyólag a Coca-Cola is tiltott. Az országban 5 évente választásokat tartanak, a szavazólapon azonban csak egyetlen név szerepel. Ennek ellenére minden polgárnak kötelessége részt venni. 1953-ban az észak-koreai légierő egyik pilótája a MiG-15-ös gépével sikeresen Dél-Koreába menekült. Később az Egyesült Államok 100 ezer dollárra jutalmazta a tettét, ami mai árfolyamon több mint 900 ezer dollárnak felel meg. Egy észak-koreai tankönyv szerint Kim Jong-un már 3 évesen megtanult vezetni és 9 évesen jakttal versenyzett. Észak-Korea lakói nem ünnepelnek születésnapokat július 8-án és december 17-én, mivel ezeken a napokon halt meg Kim Il-sung és Kim Jong-il, az ország korábbi vezetői. A fővárosban található a világ legnagyobb stadionja, amely becslések szerint 114 ezer, a hivatalos adatok szerint 150 ezer fő befogadására képes. Dél-Koreában a Kim Jong-unnal való szimpatizálás törvényellenesnek minősül, és ennek bármilyen nemű kimutatása, mint például a blogolást, börtönbüntetéssel is járhat. Amikor 2011-ben egy Kim Jong-il ellenes graffitit találtak Pyeongchangban, 3 napra teljesen lezárták a várost, hogy megtalálják az elkövetőt. 1978-ban Észak-Korea elrabolt egy dél-koreai filmrendezőt és egy színésznőt, és arra kényszerítették őket, hogy propagandafilmeken dolgozzanak. 2016-ban Észak-Korea véletlenül kiszivárogtatta a DNS adatait, amiből kiderült, hogy mindössze 28 darab .kp domain név létezik. Összehasonlításképp a .uk domainek száma több mint 10 millió, pontos domainekből pedig 625 ezer van beregisztrálva. Észak-Koreai legjelentősebb exportcikkei hatalmas bronzszobrok, amelyek más, főleg afrikai országok vezetőit ábrázolják. Egy 2016-os atomkísérlet után azonban eltiltották az országot a további exportálástól. 2011-ben észak-koreai kutatók kijelentették, hogy az országuk a második legboldogabb ország a világon. Az első helyezett Kína lett, a harmadik Kuba, a negyedik Irán, az ötödik pedig Venezuela, míg az Egyesült Államok a 203. helyre került. A Pyeongchangi állatkert legnagyobb attrakciója egy csimpánz, aki naponta egy doboz cigarettát szív el. Észak-Korea munkatáborokat tart fenn Szibéria erdeiben. Az ide szállított raboknak sokszor el sem mondják, hogy már nincsenek is az országukban. Fővárosban található Rungyok Hotel az ország legmagasabb építménye. 1987-ben kezdték meg az építését, és bár külsőleg késznek tűnik, belül még azóta is szinte teljesen üres. A maga 330 méteres magasságával és 105 emeletével a világ legmagasabb hotele lehetett volna, és napjainkban is a harmadik helyen állhatna.